Székelyföldön csak Kovászna megyében kapták meg a gazdák a szarvasmarhák után járó támogatásokat. A mezőgazdasági minisztérium elméletileg még az ortodox húsvét előtt elkezdte az utalásokat. A Hargita és a Maros megyei gazdák számláira azonban még nem érkeztek meg ezek az összegek. Mihály Mátyásnak 40 tehene van. Azt mondja, nagy segítséget jelent neki a szarvasmarha támogatás, most azonban nem jöttek be a számításai. Azzal, hogy nem kapta meg a támogatást, a mezőgazdasági munkálatokkal is jelentősen megcsúszott. Ezáltal igen, késik minden munkálat, mivel a gazdáknak nincs pénzük, mivel tovább dolgozzanak, haladjanak a munkájukkal, mivel tejnek nincs ára, a húsnak nincs ára, óriakat nem vásárolják. A Maros megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség igazgatója azonban híradónknak azt mondta, már az ortodox nagypénteken elkezdődött a támogatások folyósítása. A gazdák egy szarvasmarha után 503 lejt kapnának a tavalyi évre, a tejre pedig tonnánként 121 lejt fizetnek a termelőknek. A kifizetéseket a központi irodából intézik. Ez legtöbb egy hetet vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy legkésőbb pénteken minden kérelmező, minden a tenyésztő meg kell kapja a neki járó támogatást. Maros megyében 5500 gazda kérelmezte a szarvasmarhák után járó támogatást, Hargita megyében megközelítőleg 8500 gazda tett le igénylést, Kovászna megyében pedig 3095 kérés érkezett a kifizetési ügynökséghez.